Sokszor nem szívesen árulom el, mit dolgozom, mert a legfurcsább reakciók érkeznek. Az emberek egy része félelemmel, vegyes tisztelettel közelít, és aggódik, hogy beleláltok a gondolataiba. Olyan is előfordult, hogy valaki elült mellőlem a vonaton, amikor kiderült, hogy pszichológus vagyok. Aztán vannak, akik érdeklődnek, és elmondják, hogy ők is mennyi ilyen előadást hallgatnak, ami egyébként nagyon jó irány, de azért a túlzott érdeklődéssel is óvatos szoktam lenni, mert ez néha átcsap abba, hogy néhány percen belül már élete nagy töréseit meséli, nem túl adekvát helyzetben. Aztán vannak azok, akik felvetik, hogy úgy hallották, hogy az megy pszichológusnak, aki maga is egy kicsit zakkant. Ilyenkor nem tudom eldönteni, hogy ezt viccnek szente, vagy komolyan gondolta, nem tudom, melyik rosszabb. Nem tudom egyébként, hogy nektek van-e véleményetek a pszichológiáról, van-e tapasztalatotok, voltatok-e már, vagy ismertek, vagy tanultatok ilyesmit. Mert azt tapasztalom, hogy keresztény körökben is nagyon-nagyon változó a fogadtatás. Az elmúlt években egyre több pozitív reakciót hallok, és nagyon sokan felismerik, hogy az önismereti növekedés, a pszichés gyógyulás az Istenhez is közelebb visz, a kapcsolatainknak a minőségét is javítja. De azért még vannak, akik kicsit ilyen távolságtartóan közelítenek. Akik azt mondják, hogy ez valami zavaros dolog, de legalábbis felesleges, hiszen amit Isten nem tud megoldani, egy ember miért tudná? Én sem arról szeretnélek titeket lebeszélni, hogy a gondjaitokkal Istenhez forduljatok, hiszen valóban nagyon gyógyító és megtartó ez. De hogy gondolom, egy nagyon durva hasfájással és vakbélgyanúval nem templomba mentek, hanem kórházba. Vajon akkor miért gondoljuk azt, hogy ha a lelki bajokkal segítséget kérünk, az ciki? Hogy ez az Isten hitünknek a kudarca? Hiszen nem lép senki Isten helyére. Ahogy az orvos kezel, összevarja a sebet, de a sejteket nem ő ragasztja össze, hanem a testünkbe bele van teremtve a gyógyulásnak a képessége. A lelkünkön is ott van ez, és a pszichológia a saját eszközeivel ez az, amit támogatni tud. Tegyük fel, hogy megszületett bennetek a döntés, hogy ez most egy olyan élethelyzet, hogy tényleg pszichológus segítséget fogjátok kérni. Akkor hogyan kerestek, mi alapján? Számít vajon, hogy a szakember, akit felkerestek, vallásos-e? Miben hisz pontosan? Én azt tapasztalom, hogy nagyon sokan így keresnek, hogy keresztény szakembert. Pedig a tapasztalat azt mutatja, hogy a munkában ennek viszonylag kicsi a jelentősége. Mi pszichológusként hagyományosan próbálunk hátralépni, és magunkról minél kevesebbet megosztani, hiszen ez a kapcsolat nem rólunk szól. Mégis annak ellenére, hogy rólam ritkán tudják a klienseim, hogy keresztény vagyok, attól még sokat gondolkodom azon, hogy a hitem és a szakmám, azok hogyan kapcsolódnak egymáshoz. És az évek során egyre inkább az erősödött meg bennem, hogy a párhuzamok, azok nagyon erősek. Ebből szeretnék néhányat megosztani veletek. Az biztos, hogy mind a két területre nagyon nagy a fogékonyság, hiszen az életünkről szól, a tapasztalatainkról, a kapcsolatainkról, nem nagyon megkerülhető. De amiatt, hogy ennyire személyes, és nagyon kevesen tanultuk ezeket ugye tudományos szinten, én sem vagyok teológus, kialakulnak azért egyéni elképzelések, néha ezek kicsit túlzásba is esnek. Bekerülnek fogalmak a köztudatba, de néha egy ilyen fogalmi zűrzavar is jár ezzel az egésszel. Te is skizofrén helyzetben vagy, neked apa komplexusod van, te biztos hiperaktív vagy, azért mozogsz össze-vissza. Vagy a kedvencem, miért depizel, szedd össze magad? Az én időmben nem volt nekem arra időm, hogy ilyen problémákat kitaláljak magamnak. Ismerősek? Amikor ilyen címkékkel dobálózunk, akkor felismerjük, hogy ezek mennyire bántóak, és általában közük nincsen ahhoz a diagnózishoz, amire utalnak. Ahogy sokszor annak a képnek sincs a közel valósághoz, amit a pszichológusok levetítenek. Mert ugye egy pszichológus ugye belelát a fejedbe, és megoldja a problémáidat, még azt a problémádat is, amiről nem is tudod, hogy létezik. Mindez természetesen 0-24-ben, tértől és időtől függetlenül. Házi buli? Boros pohárral a kezében analizálja a társaságot. Játszótéren van? A hintát lökve megoldja a szomszéd anyukának a párkapcsolati kérdéseit. Nevelési tanácsadó? Egy-két alkalom, és megszereli az elromlott gyereket. De nem elég, hogy nekik olyan csodálatos, hiszen ilyen jó szakmát művelnek. Milyen jó lehet a családjaiknak? Hiszen a kisújukban van a szakirodalom. Gyereknevelés, párkapcsolat, mindent tökéletesen csinálnak. Papa, mama, gyerekek, csupa szív, szeretet, ugye? De egyébként meg nincs szükségem pszichológusra, nem vagyok én őrült, minek menjek oda? Sajnos mindenkit ki kell ábrándítanom. Ezek közül egyik sem igaz. Minden tudó, csodatevő, tökéletes. Ezek isteni tulajdonságok. Valahogy engem ez az egész viszonyulás arra emlékeztet, ahogy egy kisgyerek látja a szüleit. Az én apukám a legnagyobb, a legerősebb és a legmagasabb, de azért ne segítsen fölvenni a cipőmet, és egyedül akarok fölmászni a mászókára.
Aztán, ha leesik, meg nem sikerül, meg összetörik, akkor mégiscsak szalad az apukájához, és kéri a gyógypuszit. Ismerős nektek ez a helyzet Istennel kapcsolatban is? Nekem nagyon. Gyakran kapom magam azon, hogy szaladok az ötleteim után, próbálom megvalósítani, amit kitalálok, és amíg minden rendben megy, addig nem nagyon foglalkozom Istennel. Aztán, ha jön egy betegség vagy kudarc, akkor szaladok hozzá, hogy Uram, tegyél csodát, de lehetőleg azonnal. És ha még távolabbról nézzük, talán a Földdel is ezt csináljuk. Szennyezzük a környezetet, felborítjuk a természet rendjét, és aztán, ha jön egy katasztrófa, akkor számon kérjük Istenen, hogy hogyan engedheti ezt. Valahogy, mintha így össze lennének kuszálódva a szerepek. Ahogy én feleségként vagy anyaként nem vagyok pszichológus, azért durva is lenne 0-24-ben dolgozni, nem? Sosincs vége a munkaidőnek. Fú. De én meg pszichológusként meg nem vagyok Isten, és nem a saját szakmai részemet meg tudom tenni, de többet nem. Szóval mi lenne, hogyha ahelyett, hogy a pszichológusokat felruházzuk isteni tulajdonságokkal, megkérdeznénk Istent, hogy ő hogyan gyógyított? És elkezdtem nézni én is a Bibliában a gyógyulás történeteket, és ha ti is most belegondoltok, akár csak az evangéliumokban, hogy Jézus hogyan gyógyított, akkor biztos nagyon sok történetek az eszetekbe jut. Néhány visszatérő részletre lettem figyelmes, amikor ezeket olvastam. Egyrészt a személyesség, hogy Jézus egyesével fordul oda, vagy teszi rájuk a kezét. Sokszor kapcsolatba lép velük, megkérdezi őket valamiről, vagy megkéri őket, hogy tegyenek meg valamit. Néha akár tényleg azt mondjuk, hogy a béna keljen föl, ami elég abszurd, de ők hisznek benne, és a hitük meggyógyítja őket. De tényleg ez a kapcsolat, Jézussal való személyes találkozás, ez gyógyít. És a pszichológia is nagyon keresi, hogy mi az, ami a terápiában működik, mert azt tapasztaljuk, hogy működik. De hogy vajon micsoda? És akkor nézték a kutatások, hogy vajon az működik, hogy a terápiában a pszichológus milyen technikákat alkalmaz, vagy az az, ami igazán megadja a gyógyulásnak ahhoz való erőt, hogy tudjuk, hogy segítséget kaptunk. Ezek is számítanak. De igazán a gyógyulásban a nagy szerepet a terápiás kapcsolatnak a minősége játsza. Tehát nem a technikák a lényegesek, hanem a kapcsolat. Ebben a kapcsolatban tudnak kibontakozni a gyógyulási folyamatok. Popper Péter írja valahol, hogy kapcsolatokban sérülünk, és azokban is tudunk meggyógyulni. És hogyha terápiás kapcsolatról beszélünk, akkor Carl Rogersnek a személye megkerülhetetlen. Ő egy 20. századi amerikai szakember volt, és a személyközpontú terápia fűződik a nevéhez. A rossz nyelvek szerint ez csak ilyen hümmögés, mert tényleg rá lehet keresni YouTube-on, hogy hogyan dolgozott Rogers. Az idő nagy részében tényleg csak annyit mond, hogy aha, értem. De hogy ezt mindez olyan jelenléttel, olyan odafigyeléssel csinálta, azt a néhány mondatot annyira jól tette föl, hogy tényleg ereje van, és tényleg működik. És ez a Rogers beszél arról, hogy minden emberben ott van egy belső hajtóerő, ami a kiteljesedés felé mutat. Ő ezt úgy nevezte, hogy önaktualizáció. És hogy ez akkor tud kibontakozni, hogyha megfelelő környezet veszi körül a szemét. A terápiában a pszichológus ezt a környezetet igyekszik megteremteni, azáltal, hogy empatikus, hogy hiteles, és hogy feltétel nélkül elfogadja a hozzáfordulót. Ez a Rogersi három alapelv. Engem arra emlékeztet, ahogy Istent is ismerem. Olyannak, aki empatikus, olyannyira, hogy ember lett, és együtt érez az életem kérdéseivel, érdekli, hogy mi van velem. Istent, aki hiteles, őszinte kapcsolatba lép velem, már a neve Jahve is azt jelenti, hogy vagyok, aki vagyok, aki jelen vagyok számodra. Istent, aki feltétel nélkül elfogad és szeret, azzal együtt, ahol éppen tartok, és persze meghív a fejlődésre. Tehát a gyógyulás valóban megtapasztalhatjuk az Isten kapcsolatunkban is. Nekem is van erről élményem, hogy az imában, a közösségek által mennyi dologból lehet meggyógyulni. Aztán persze csak kis kitérőt teszek ebbe az irányba, mert hatalmas a téma, hogy ha negatív az Isten képünk, azért az akadályozhatja ezt a gyógyulást. Mert ugye elméletben tudjuk, ugye, vagy megtanultuk, hogy Isten a szeretet, meg a jóság, meg irgalmas, meg igazságos, de ha jön egy belső vívódás, egy olyan bizonytalanság, akkor valahogy megjelennek azok a képek, amelyeket valami okból rávetítünk Istenre. És akkor jön a feltételeket szabó zsarnoknak a képe, aki csak akkor szeret, ha teljesítünk, és mindent pontosan betartunk. Vagy a kicsinyes könyvelő, aki minden apró hibánkat számon tartja, csak győzzük kiegyenlíteni jó cselekedetekkel, különben nem jön ki a végén a matek. És akkor jön a kegyetlen bíró Isten, aki kimondja az ítéletet. Nem vagy elég jó, vezekelj. Érezzük, ugye, hogy ezek nagyon torzak, és ezek nem gyógyítanak, hanem megbetegítenek. Egész életünkben fontos feladat, hogy a vadhajtásokat nyessegessük, és törekedjünk megismerni Istennek a valódi arcát, akivel igazi, mély és gyógyító kapcsolatba tudunk lépni. Van még egy terület, ami nagyon látványos, ahol nagyon látványos a párhuzam hit és pszichológia között.
Nem tudom, hogy veletek volt-e már olyan, vagy előfordult a gimnáziumban, hogy a szünetekben arról beszélgettetek, hogy bizonyos dolgokat minek kell megtanulni. Mikor fogjuk használni az életben a kovalens kötést, a Pitagoresz tételt, párosuljú patásokat, ugye? Bevallom, én ezeket azóta egyiket sem használtam. De azért azt hozzá kell tennem, hogy nagyon sok mindent viszont igen. Lehet, hogy szerencsém is van, mert a pszichológia nagyon-nagyon sokszínű tudomány, és tényleg az egyetemen a statisztikától, a neuroanatómiáig, meg mindenféle elméleti modellektől, a gyakorlati tudnivalókig nagyon sok mindent tanultunk. De ha valamire nem számítottam, egészen addig, amíg el nem kezdtem a pozitív pszichológiával foglalkozni, az az, hogy még a hittanóráink is visszaköszönnek majd. A pozitív pszichológia, ez egy nagyon új irányzat, és azzal a felkiáltással robbant be, hogy a kutatók azt mondták, hogy arról már nagyon sokat beszéltünk, hogy milyen mentális betegségek vannak, mitől lesz valaki beteg. De mi lenne, ha megnéznénk azokat az embereket, akik köszönik jól vannak, akik kiteljesedett életet élnek, akik boldogok, nézzük meg, hogyan élnek, mit csinálnak. És akkor elkezdték kutatni, hogy ezek az emberek milyen értékek szerint élik az életüket, és ilyeneket találtak, hogy hálásak, hogy odafigyelnek a társas kapcsolataikra, odafigyelnek a testi egészségükre, hogy szemlélődnek, hogy megbocsátóak, hogy reménykednek, hogy elköteleződnek a céljaik felé, hisznek valamiben. Ismerősek ezek? Azért is volt nekem nagyon érdekes erre rájönnöm, erre a párhuzamra, mert azért sokszor találkozni még mindig azzal a hozzáállással, hogy az igazi boldogság majd oda át lesz a mennyben, addig is itt van ez a földi síralomvölgy, ahogy valahogy ki kell majd tartanunk, de hát az igazán jó dolgokból emiatt kimaradunk. Ezzel szemben nekem hihetetlen volt felismerni, hogy a pszichológiai kutatások számszerűen kimondják, hogy a keresztény értékek megélése növeli a boldogságunkat. Ez persze nem azt jelenti, hogy mindig csak könnyű döntéseket hozunk, és mindig csak könnyű dolgunk lesz, hogyha ezt az utat követjük. Pap Miklós atya szokta mondani, hogy az olcsó élet csak olcsó boldogságot ad. De az igazi értékek mentén lehet igazi boldogságunk, már itt a Földön is. Persze kérdezhetitek, hogy mi is a boldogság, és nagyon jó kérdés, nem is olyan egyszerű meghatározni. Talán ha most felidéztek egy élményt, egy pillanatot, amikor boldogok voltatok, hogy kik voltak ott veletek, hogy mi történt akkor, nagyon sok minden eszetekbe juthat. A pszichológia is próbálja ennek az élménynek a komplexitását valahogy leírni. Hogy ez vajon a pozitív érzések, az a boldogság? Persze benne vannak, de valahogy érezzük, hogy ennél talán több. Mikor erről gondolkodtam, akkor felmerült bennem a kérdés, hogy Jézus vajon boldog volt a földi életében? Akár gyerekkorában, akár amikor nyilvánosan kezdett működni, vagy aztán boldog volt a kereszten? Én arra jutottam, hogy én boldognak látom őt. De nem azért, mert ilyen rózsaszín habos-babos élete volt, sőt. De azért látom boldognak, mert egy olyan életet élt, aminek megtalálta az értelmét, a célját. A helyén volt, megtalálta a hivatását, és afelé haladt, azért dolgozott egész életében. És a boldog emberekre ezek is jellemzőek, nem csak a pozitív érzések. Összességében mondhatjuk tehát, hogy Isten pszichológus? Kétségkívül jobban ért az emberi lélekhez, mint bármelyik terapeuta, hiszen ő alkotta, és ahogy elmondtam, nagyon sok területen tapasztalhatjuk a gyógyítását. Szóval inkább megfordítanám az egész kérdést, és azt mondanám, hogy a pszichológia az, amely fokozatosan felismeri és próbálja beépíteni a gyakorlatába Istennek a gyógyító tulajdonságait és a boldog életre hívó tervét. Ti készek vagytok belevágni?